Itt Angolában a kuduró sokkal több, mint egy zenei irányzat. A kuduró egy lelki állapot, amely innen az utcáról indult útjára, hogy meghódítsa az országot, aztán az egész világot. Üdvözlöm Önöket a Fedezd fel Angolát új adásában, amelyben kiderítjük, hogy mi is az a kuduró, mégpedig nem mással, mint magával a műfaj megteremtőjével. Tony Amadó hatalmas sztár itt, Luanda népes külvárosában. Hogy sikerüljön megértenünk a kuduró lényegét egyetlen hétvége alatt, kimentünk a város peremére, ahol született ez a tipikusan angolai zene és tánc a 90-es években. Itt, Szambizangában Tony Amadó látogatása óriási szenzáció, mindenki le akarja nyűgözni őt. Tony, a kuduró pontosan mit is jelent? Igazából egy Van Damme mozi ihletett meg. Van benne egy jelenet, amikor részeg, és akkor történik ez meg az. Hát ennek hatására írtam meg ezt a zenét, a kudurót. Amiből aztán egy egész projekt lett. Meghívtunk másokat is, úgyhogy elkezdett dagadni ez a dolog. A kudurót leginkább külvárosi figurák művelik, akik számára ez társadalmi felemelkedést jelent. O kuduro para atingir o nível social alto. A főváros egy másik kerületében, Zango 4-ben ugyanazzal a lelkesedéssel fogadnak minket. Mindenkinek megvan a maga kudurója. Mert ez sokkal több, mint egy tánc vagy egy zenei irányzat. Ahogy itt magyarázzák nekünk, ez az élet művészete. Az, amely élni tanít. Beesteredett, mi pedig egy másik negyed, Rangel felé tartunk, hogy találkozunk az utódokkal, a kuduró művészek új generációjával, ahová Carlitejre is tartozik. Az ő életéhez elsősorban rengeteg pozitív energiával járul hozzá a kuduró. A kuduró egy olyan stílus, ami gyógyír mindenre, legyen bármilyen gondod. Szóval a kuduró lényege a jó energia. Másnap egy stúdiófelvétel következik, hogy lássuk működés közben is a kudurót, vagyis hogy hogyan születik ez az egyedi hangzás. A kudurót igazából nem nagyon lehet egy konkrét hangszerhez kötni. Nem tudjuk úgy felvenni, mint egy rendes ütős zenekart, úgyhogy elektronikus taktusokat használunk. Az egész meg leginkább ahhoz hasonlít, amit karneválokon is hallunk. Ez a hagyomány lényege. Felfokozott hangulat, gyors ritmus, gyakran durva szövegek és spontán koreográfia. Az angolaiak számára a kuduró a nemzet lelke. Ennek a népnek a büszkeségét és optimizmusát visszhangozza világszerte. Íme egy példa is erre, Preto Show, aki Hollandiában adott koncertet. Hát nem számítottam erre az ovációra, hogy ennyire akarják majd hallani az angolai beatet, az angolai stílust. Úgyhogy most úgy áll a helyzet, hogy megyegetünk szépen előre, alakulunk lépésről lépésre, miközben visszük is ezt a stílust, ezt a mi nemzeti stílusunkat más tájak, más kontinensek felé. Köszönöm, hogy velünk tartottak a Fedezd fel Angolát legújabb adásában, amelyben a kuduró őrületről volt szó. Reméljük, meghódította Önöket is, akárcsak minket. Várjuk Önöket az interneten is. euronews.com